energetikai korszerűsítés a Mátraföredi szakközépiskolában. Sztrájk április 20-án, gyöngyösi iskolák is csatlakoztak. Szemét kommandó az illegális hulladék felszámolására. Ez az aktuális csütörtökön, következenek legfrissebb híreink, jó estét kívánok! Évtizedek óta vártak a Mátraföredi Erdészeti Szakközépiskola kollégiumának nyílászáró cseréjére és tetőjavítására az intézmény diákjai. Egy pályázat segítségével megtörténhetett az iskola és a kollégiumi épület energetikai korszerűsítése. A 150 millió forintos beruházást ünnepélyes keretek között adták át. Már régóta vártak erre a felújításra, nagyon sokszor tervezték az elmúlt évtizedekben a korszerűsítést, mondta az átadó ünnepségen Karnis Pálné. A megoldás a fenntartónak, a Földművelésügyi Minisztériumnak köszönhető, mivel megtalálták azt a pályázati forrást, ami közel 150 millió forintot biztosított az intézmények energetikai korszerűsítésére. Mindemellett, hogy kiváló munka folyik, fontos az is, hogy olyan környezetben történhessen ez, ami segíti ezt a munkát. Így amikor lehetőség nyílt arra, hogy több intézményünkben egy energiahatékonysági beruházást megvalósítsunk, akkor az első között gondoltunk mindenképpen Mátraföredre is. A beruházások, az ilyen típusú projektek azonban nem zárulnak le. A kormányzat újabb 2 milliárd forintot különített el az agrárszakképző intézmények energiahatékonysági fejlesztésére. A beruházás során az Üdülősor utcai kollégium falai 18 cm vastag hőszigetelést kaptak, kicserélték a nyílászárókat, a tetőt újra fették, és az iskolában is valamennyi ablakot kicseréltek. A korszerűsítési munkák nem csak az itt tanuló diákok, hanem a mátraföredi lakosok számára is fontos, mondta az ünnepségen Faragó Tamás, a Mátraföredi részönkormányzat vezetője, aki köszönetet mondott a felújításért. Mátraföred területén közösségi tér sajnos nincsen a füredi lakosoknak, és ezt az iskolával való együttműködés során mindig megkapjuk az iskolától. A munkálatokkal egy több évtizedes probléma végére sikerült pontot tenni. Ez az épület még a 60-as években épült, azóta nagyon felújítás nem történt, nagyon sok problémánk volt az épület állagával, egyrészt energetikai szempontból, ugye a falak azok omladoztak, másfelől az ablakok abszolút nem zártak, a tető beázott, most mindez megoldódott ez a probléma, és azt gondolom, hogy most a gyerekek egy nagyon kellemes meleg környezetben vannak a téli napokon. Az igazgató hozzátette, tervezik a kollégium belső felújítását is, és az iskolaépület teljes energetikai korszerűsítését is szeretnék a jövőben elvégezni. Ha nem működik az iskola, semmi sem működik az országban. Ezt mondta a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Míg holnap egyes iskolákban 2 órás munkabeszüntetéssel vagy kockás ing viselésével tiltakoznak, addig április 20-án a pedagógusok sztrájkja mellett már a szervezetek azt szeretnék, ha délben 5 percre megállna az élet. A pedagógusok mellett a bölcsődei és szociális dolgozók is tiltakoznak aznap, továbbra is egyebek mellett béremelést követelve. Gyöngyösön is van olyan iskola, amely már jelezte részvételi szándékát az április 20-ára hirdetett sztrájkra, de a végleges listát holnap veheti kézbe a pedagógusok szakszervezete, tudtuk meg Balog Éva megyei elnöktől. A sztrájkbizottság képviselői tegnap tárgyaltak az oktatási államtitkársággal, több pontban sikerült is megállapodniuk, 4 pontot kivéve, ezért ha továbbra sem kapnak béremelést a pedagógusok, megtartják az április 20-ai sztrájkot, sőt több szervezet bevonásával délben 5 percre megállhat az élet, vagyis a pedagógusok felhívására leállhat a tömegközlekedés, szünetelhet az ügyintézés a kormányhivatalokban és nem szolgálnak ki az üzletekben a vásárlókat. A pedagógusok szakszervezetének megyei elnöke elmondta, a szülőknek nem kell attól tartaniuk, hogy saját maguknak kell megoldani gyermekük felügyeletét a sztrájk napján. Minden oktatási intézmény biztosítja, hogy ez ne okozzon a szülőknek, gyerekeknek gondot, hogyha sztrájkra kerül a sor, az még elégséges szolgáltatást, azaz a gyermekek felügyeletét, étkeztetését biztosítják. Sikerült abban is megállapodniuk az oktatási államtitkársággal, hogy a Klik több forrást biztosít a tankönyvek megvásárlására, és folyamatosan csökken az intézmény fenntartó adóssága is. Ha azonban a kimaradt pontokban nem találnak közös megoldást, biztosan lesz sztrájk, amelyhez gyöngyösi intézmények is csatlakoznak. Van olyan iskola, amelyiktől már megkaptam az adatot, hogy ők nem
és van olyan iskola, ahol már megkaptam, például Gyöngyösi iskolától is, hogy ők részt vesznek, és 80%-os az arány. Vagyis a pedagógusok 20%-a a tiltakozás ellenére jelen lesz a tanórákon. A megállapodás szerint a tanárok aznap nem kapnak bért, így nem kell bepótolniuk az elmaradt órákat. Folyamatos probléma az illegális hulladékok elszállítatása Gyöngyösön, amire évente több millió forintot költenek a költségvetésből. A városban több helyen okoz gondot ezek felszámolása, leginkább a durándai városrészben, a Patakmederben termelődik a szemét, annak ellenére, hogy ezt a területet már kamerával is figyelik. A mai ár- és belvízvédelmi bejáráson a szakemberek a Gyöngyös-patak durandai részénél ismét az illegális szemét problémájával szembesültek. A körzet képviselőjeként Kévés Tamás elmondta, állandó problémája ez a városnak, ami a költségvetést is folyamatosan megterheli. Már most áprilisig csak nem 2 millió forintot költöttek el erre, szinte a teljes évi keretet. Sajnos már az illegális szemét lerakásra elkülönített összegünk erre az évre gyakorlatilag elfogyott, tehát mindenféleképp a testületnek ezen módosítania kell, hiszen látható, hogy április van, és nézzük meg, hogy néz megint szét, hogy néz ki a környék, hogy néz ki a patak. Szóval ennek én azt gondolom, hogy nem csak a körzet feladat, hanem a város feladata is, hogy ezt felszámolja, mert ez az egész várost érinti, mint ahogy ez a patak végigfolyik a városon. Hulladékkommandó felállítását szorgalmazná a képviselő, mert csak azért is, mert ezt az áldatlan állapotot csak több egymással szorosan együttműködő szervezettel lehetne megszüntetni. Rendszeres, hogy a városból fölhordják a kukaülítés napján a szemetet, és utána, ami fölösleges, azt ide bedobják a patakba. Tehát ezt kellene felszámolni, és ez csak úgy, hogyha én azt gondolom, ebben mindenki beleáll, és mindenki, akár rendőrségi szinten, városvezetői szinten, és tényleg mindenki, aki ebben, akár járási hivatal, tehát mindegy, szinte egy ilyen szemétkommandót tudnék elképzelni, amelyik ezt meg fogja tudni gátolni, és büntetése, más nem tudok elképzelni. Több zsák állattetemet és emberi ürüléket szedtek már össze a mederből, de folyamatos problémát okoznak a patkányok, és az építési törmeléket is állandóan a patakba dobják. Legutóbb februárban takarították ki a medret. Hiába a fix kamera a szemetelőket nem tartja vissza. A képviselő a mobil kamera rendszer kiépítésében és a büntetés szigorításában látná a megoldást. Ár- és belvízvédelmi bejárást tartottak Gyöngyösön. A szakemberek mintegy 10 helyszínen vizsgálták meg a patakok medrét, mérték fel veszélyelhárítási és a vízkár elhárítási tervek alapján azok helyzetét. A bejárást évente elvégzik az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakembereivel közösen. Mi végigmegyünk Bandival. Kása János közbiztonsági referens épp azt mondja, végigmegy itt a patak Pillangó utcai szakaszánál. Ez is része annak az ár- és belvízvédelmi bejárásnak, amit évente veszélyelhárítási és vízkár elhárítási tervek aktualizálása miatt tartanak a szakemberek a városban. A külső mérges patak medrénél pedig jelenleg is dolgoznak a közfoglalkoztatottak. A legnagyobb gondot még mindig a növényzet, a lerakódott törmelék és az illegális hulladék okozza. A patakok medrének rendben tartása részben önkormányzati, részben vízügyi szakhatósági feladat. Tudjuk azokat a területeket, ami benne van a terve is, ahol hordalékföltöltődés, műtátsérülés, vagy ugye jellemzően sajnos a Durándában az illegális hulladék lerakás benne van a nagy patakban, illetve földúzzadhat a régi híd miatt a Isten utcánál a patakmederben a hordalék. Ezeket a helyszíneket évközben is folyamatosan szemmel tartják, de ilyenkor évente egyszer megnézik azokat a kisebb árkokat, medreket is, amelyek esetleg nagyobb esőzésnél okozhatnak gondot. Ennek a fölmérésnek, amit ilyen bejárást csinálunk, jegyzőkönyv készül, amelyet mindegyes résztvevő megkap. Itt van hozzá résztvevőként a vízminek a képviselője, a katasztrófavédelem képviselője, az önkormányzat képviselője, Gyöngyösváros önkormányzatnak a polgármestere, mint a védelemvezető helyettes. Itt van még akkor a városrendészetnek a vezetője, az igazgató, és a városgazda, aki esetleg olyan területeken kell, ahol közmunkásokkal le lehet állítani a hordalékfölrakodást, vagy akár az illegális hulladéknak a kiszedését a patakból. A kivágott zöld hulladékokat elvitetni rendkívül költséges, a patak mederben elégetni pedig nem lehet, mivel ez Gyöngyösön a tűzgyújtási tilalmi rendelet szabályozza. Erre a problémára hamarosan megoldást kell találni, mondják a szakemberek.
2017-től mentesülnek az adózók a személyi jövedelemadóbevallás elkészítése alól. A tervek szerint a jövő évtől ugyanis már a NAV készíti el azt. Erről is beszélt Fórum című műsorunkban Lukács György, a NAV Heves megyei igazgatóságának vezetője. Emellett kitért az adóhatóság munkáját érintő változásokra és az ellenőrzésekre is. A magyar gazdaság versenyképességének javítása az egyik legfontosabb kormányzati célkitűzés már évek óta. Ennek érdekében 2016. január 1-től több, a NAV-ot érintő jelentős változás is életbe lépett. Például megváltozott a hivatal szerkezeti felépítése, és stratégiai irányváltások is történtek. Az adóhatóság erősíteni szeretné a szolgáltatói jellegét. Ennek érdekében csökken az ellenőrzési eljárások időtartama, és egyszerűsödik az adóbevallás is. Vélhetően ez az év az utolsó év, hogy a személyi jövedelemadót ilyen formán kell az adózóinknak teljesíteni. Bízunk abban, hogy 2017. január 1-től teljes egészében fogjuk tudni mentesíteni az ügyfélkörünket a személyi jövedelemadó bevallás, akár elektronikus, vagy akár papíros alapú benyújtásától. Lukács György kitért arra is, hogyan teljesítenek az adóhatósági ellenőrzéseket segítő, 3 éve bevezetett online kasszák és a 2 éve bevezetett elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer. Pusztán az a 2 intézmény, amit tetszett említeni. Ennek az intézménynek a bevezetése maga is, anélkül, hogy ellenőrzéseket kapcsoltunk volna hozzá, már olyan prevenciós hatást ért el az önkéntes jogkövetésben, amelyek gyakorlatilag az elmúlt évi költségvetési bevételekben is elég markánsan megmutatkoztak. Az ellenőrzések ettől függetlenül megmaradnak, ám a NAV célul tűzte ki a jogkövető magatartást tanúsító adózók támogatását és tájékoztatását, az adókerülő magatartást azonban továbbra is szankcionálni fogják. Az MB2-es futszál bajnokság 21. fordulójában a Monori Kastélydombese látogatott Gyöngyösre. A fehérmezes hazaiak Csoszánszki révén már az első percben gólt szereztek, majd 20 másodperc múlva megérkezett a válasz is. Végül az első játékrész 4-4-es döntetlennel zárult. A nyílcsisakos támadó futballt játszó csapatok a mérkőzés egészében jól szórakoztatták a közönséget. Lehet, hogy a gólok alapján közönség szórakoztató volt a mérkőzés. Rengeteg hibával játszottunk, az ellenfél is úgy érzem, és ezért volt ez a rengeteg gól, sőt, még lehetett volna sokkal több is. Kapusok szerintem remek teljesítmény nyújtottak mind a két oldalon. Hát egy picit azért vagyok bosszus, mert 2-szer is vezettünk, ugye egy nagyobb előnnyel, és kérem kényszerített hibákból, sajnos saját magunknak rúgtuk gólokat, és ez nem mindig esik jól nekem, meg szerintem a többieknek sem. A Monori csapat végig futott az eredmény után, de ettől többre már nem volt képes. Az ősszel is egy 5-5-ös döntetlent játszottunk, úgy, hogy 5-2-re ti vezettetek, tehát a Gyöngyös vezetett, a második félidőben rúgtunk 3-at, és ők nem. Most a második félidő elején bennmaradtunk nagyon, ott eldönthették volna a mérkőzést igazából, én úgy gondolom, ott több helyzetük volt, még akár 2-3-at rúgnak, egy szót nem szólhatunk. Az utolsó 10 perc viszont a miénk volt, abszolút szerintem, tehát ott visszajöttünk a mérkőzésbe, gondolkoztunk az 5-4-en, de éreztem a csapatban, hogy ki fogunk egyenlíteni, aztán így nem húztuk meg. Igen, hát az 1 pont is 1 pont, a 3-nak jobban örültünk volna. A gólgazdag mérkőzésen végül nem bírtak egymással a csapatok. A 7-7 arányú döntetlen eredménnyel járó 1-1 pont sajnos az energiának nem segített a tabellán történő előrelépésben. Ipari parkok fejlesztésére jelent meg 6 milliárd forintos pályázati felhívás a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében. Pályázatonként 10 és 100 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatást nyerhető el, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. A támogatásból az ipari park működtetéséhez és a betelepülő KKV-k számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzésére, illetve információs technológia fejlesztésére van lehetőség. Március végéig mintegy 890 ezer adózó maga nyújtotta be személyi jövedelemadó bevallását. Több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közreműködését a bevallás elkészítésében, és mintegy 220 ezeren töltötték ki a bevallási nyilatkozatot, ami 2016 újdonságaként adóhatósági adómegállapítást jelent.
A hibásan érkezett bevallások nagy részét már javította a hivatal. Bizonyos hibákhoz azonban az ügyfelek közreműködése szükséges, adta hírül az origo.hu. Most pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 468, Amol 16215, az OTP 7143, a Richter pedig 5591 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 26747 ponton állt, ami addig 335 pontos emelkedést jelez. Most pedig rövid hír összefoglalónk következik. Energetikai korszerűsítés a Mátra-Füredi szakközépiskolában. Sztrájk április 20-án, gyöngyösi iskolák is csatlakoztak. Szemét kommandó az illegális hulladék felszámolására. Ezek voltak ma a legfontosabbak, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!